Sziasztok, én Márko vagyok. Tudjátok, kétféle animátor létezik. Az egyik, aki a mesékbe rajzolja a figurákat, a másik pedig, aki a gyerekeket foglalja le vicces és szórakoztató feladatokkal. Mi most az utóbbival fogunk egy kicsit jobban megismerkedni. Tartsatok velem! Hali, szia! Szia! Grasso Márko. Farkas Panna. Ez itt a mi birodalmunk, a játéksziget, nyugodtan néz körbe. Színezhetek? Persze, nyugodtan, itt vannak a színezők. Mondd csak, hány éves vagy? 18. 18, ez pont jó, mert 18 éven felüliek, sajnos már nem tudnak bejönni hozzánk játszani. Miért akkor te hány éves vagy? Én 22. Ugye az animáció lényege az a szórakoztatás, nekünk ez a legfőbb vonal. Természetesen nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is igyekszünk szórakoztatni. Különböző sport tevékenységeket szoktunk tartani. Mindenki tegye be a kör közepére a kezét, ez lesz a mi ormányunk. Kiknek ajánlanád ezt a szakmát? Igazából mindenkinek, aki szereti a gyerekeket, és van kedve ahhoz, hogy tulajdonképpen eljátszon a gyerekekkel, és ezért még fizetést is kapjon. Úgyhogy szerintem, aki egy kicsit is ért a gyerekek nyelvén, van türelme hozzájuk, mindenképpen ajánlom. Ez a csalás, ugye? Na és hogy tetszik? Hát aranyosak, meg minden, de le a kalappal előttetek abszolút, mert én ezt nem nagyon bírnám, nem igen, jelenlegi fejjel, de ez abszolút nagyon szép, amit történik. Bizony, az a kedvencük, a csillámtetoválás. Így van, és ezt nem fogom lemosni, miután. Helyes, egy hétig fönt is marad. Mehettek én is? Persze, nyugodtan. Teljesen beolvadsz közéjük. Ahhoz, hogy egy animátor minden gyereket el tudjon szórakoztatni, az rettentő sok figyelemre és kreativitásra van szüksége. Szerintetek még mire? A többi videóból ezt is megtudjátok. Viszont, hogyha más szakma érdekelne inkább, akkor a csatornánkon egy csomó másikat is megtaláltok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, most megbocsátanátok, pihenek egyet.